minden elismerés biztatást jelent, és miután még egy évig tanítok a Komáromi Egyetemen, ez egyfajta visszaigazolás is, hogy van értelme a mai fiatalokkal foglalkozni, azokkal a fiatalokkal, akiket ma is sokan szídnak, de közben a tehetségesebbek, jóval tehetségesebbek, mint mi voltunk. Éppen ezért a történelem szeretete, a történelem megismerése egy örök feladat és egy ilyen díj ebben az örök feladatban erősíti meg az embert. Mi jelenti a legnagyobb kihívást az ön hivatásában? Hát azt gondolom, hogy sikerült a magyar-szlovák párbeszédben talán a legmesszebbre eljutni. Magyarországnak 7 szomszédja van, és talán a legtöbb probléma éppen magyar-szlovák relációban volt. Mára viszont azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk talán a legjobb beszélő viszonyban a szlovák kollégákkal, a kassaiakkal, a pozsonyiakkal, a rózsahegyiekkel, a beszterszebányaiakkal. Úgyhogy én erre vagyok talán a legbüszkébb, hogy sikerült egy olyan generációban együttműködni a szlovák és a cseh kollégákkal, akikkel nagyon sok kérdésben előre tudtunk lépni. Hogy látja, milyen az utánpótlás tanárok terén? Éppen most van egy kutatásunk, 20 éves az egyetemünk, és megkerestük azokat a tanárokat, akik nálunk végeztek, és meglepően nem csak az jött elő, hogy mindent újra kell kezdeni, amikor az ember tanít, hanem azt is, hogy nagyon sok mindent tudnak hasznosítani abból, amit 5 év alatt magukra vettek. Milyen lendületet ad önnek ez az elismerés? Hát azt gondolom, hogy észben az elismerés biztatás. Azt gondolom, hogy 70 éves elmúltam, ilyenkor már a lendület az vagy van, vagy nincs, a kitüntetés az legfőjebb visszaigazolás.